Magi egy nagy termékfejlesztési hullámba kezdett, ami a Magi ismerős ízek újra töltve, ami azt jelenti, hogy olyan összetevők kerülnek a csomagolásokba és a receptúrákba, amik a fogyasztóknak a konyhájában is megtalálhatóak, és amik ismerősek számukra, hiszen mi mindig arra törekszünk, hogy a lakosságnak, az embereknek az igényeit minél inkább kielégítsük, és amire ők vágynak, az kerüljön a receptekbe, és így az új fejlesztésnek köszönhetően a csomagolásainkon is majd olvasható, hogy csak ilyen összetevek találhatóak a levesporainkban, a fix alapokban. Amit fontos tudni, hogy sok adalékanyagot nagyon taszítanak a fogyasztók, és úgy gondolják, hogy ez káros az egészségükre, főleg így az elszámokkal kapcsolatosan. De az elszámok csak egy egységes európai jelentést hordoznak az adalékanyagokra vonatkozólag, és mindig csak annyi található a termékekben, amennyi egyáltalán nem káros az emberi egészségre. Ez abszolút automatikusan irányított, tehát hogy csak az mennyiség kerül bele a csomagolásokba, ami alapvetően a receptúrában megtalálható. Itt például találunk egy glutamát silót is, itt érdemes megemlíteni a nátriumglutamátot, ami szintén egy nagyon taszított összetevő, azt kell tudni, hogy a nátriumot mindannyian ismerjük, a glutamát pedig egy nagyon ismerős aminosavnak, a glutaminsavnak a sója, ami egyébként a gombában, a paradicsomban, az anyatejben is megtalálható természetes formában. Tehát ettől egyáltalán nem kéne félni, és a nátriumglutamátnak az a szerepe, hogy már a meglévő ízt egy kicsit fokozza, felerősítse a receptekben. Tehát én csak arra buzdítok mindenkit, hogy ne féljen ezektől az adalékanyagoktól, hiszen ezek nagyon szigorú szabályozás alatt állnak, hogy mennyi és milyen mennyiségben kerülhet a receptekbe, de ettől függetlenül a Magi újra töltve receptekben már, receptekből már ez az összetevő is ki fog kerülni.